színészkedtem. Helyezhetném be ezt a mondatot Onodi Eszternek, Szűcs Gabival együtt itt vannak a stúdióban. Hát nagyon nagy szeretettel jó, köszöntünk benneteket. Viccesen ugye arról beszéltünk, ezt gyorsan mondjuk el a nézőknek, hogy milyen nagy meló kell azért az ember részéről, akik mondjuk egy csomó dalt kell, hogy elénekeljenek, megegyezni a dalszöveg, meg ugye az Eszter esetben, vagy a színészeknek, hogy mennyi szöveget. De most tulajdonképpen a jazzről fogunk beszélgetni, és egy fantasztikus koncertről, a Végzett asszonyairól, amit 29-én fogtok majd előadni a MÜPÁ-ban. Igen. Jó, rá, igen. Ez egy és nagyon akkor... jó kis felkérés volt erre a fesztivál utolsó napján, vasárnap este fogunk nagyon érdekes műsorba, Eszter a vendégem lesz, egy jazz koncertet adni, ami nem csak koncert, hanem egy pici szövegekkel megtűzdelt zenés est, akkor inkább így mondanám. Femme fatale ez a címe, és legendás Végzett asszonyairól énekelünk, beszélünk, táncolunk, nem táncolunk, fogunk, de egy izgalmas témát járunk körbe az este folyamán, és nagyon sok zene lesz. De tulajdonképpen te koncertet, igen, hogyha jól értettük így a leírásból, igen, csak ugye Eszter lesz a sztár vendégművész, vagy sztár vendég? Vendégművész. Pár szám erejéig, és fogunk duettet is énekelni Gabival. Igen. Te találtad ki a duetteket? Én? Dehogy is. Én teljesen fellettem kérve, meg lett mondva, mit énekeljünk. Szóval nagyon profin a Gabi, ez fantasztikusan összeraktat az egész estét. Tehát nem csak az egyik főszereplője, hanem a dramaturgia is ennek az egésznek, tehát a szövegeket is ő válogatta össze, tehát ez egy nagyon nagy meló, úgyhogy én nagyon élvezem azt, hogy csak így hátradülök és mondom, amit a főnök asszony csinálik. És hát azért hallgatok rá. Ha egy karaktert, egy dalt kéne választani, melyik lenne a kedvenc? Fú, nem tudom. Én igazából úgy mondanám, hogy a három dalból, amit éneklek ebből, a Fever az, amit amúgy is hallgattam már, a Peggy Lee-nek a Fever című száma, tehát azt már úgy kvázi ismertem, de alapvetően, amikor elolvastam az összes a dalsorrendeket, én nekem nem volt ismeretlen szám ebben, tehát ez mindenképpen ez egy fontos dolog, hogy a nézők olyanokat fognak hallani, amiket szerintem nem csak a Whitefield-ű jazz rajongók, hanem a szélesebb közönség is ismer, nagyon jó dalok, és hát a Gabi fantasztikusan adja elő őket, tényleg, tehát hogy tényleg. Szóval szerintem egy jó este lesz ezen a hűvös szombat. És ti együtt hogy működtök? Szerintem a remek. Igen, szerintem jó. Mi ismertük egymást, igen, egyszer már dolgoztunk együtt, ezért is jutott eszem, emlékeztem, hogy milyen jó énekel. Én szerintem összehangolódtunk, és a humorunk hasonló. Hasonló, úgyhogy nevetgélünk. Én biztosan nevetek rajta. Mégis az a repertoárral egy kicsit meséljetek. Jó. Hát ugye a 30-as, 40-es évek klasszikus swing dalai, amik azért alapvetően filmbetét dalok voltak akkor. Tehát egy csomó dal, amit most éneklünk, az akkoriban ezektől a legendás nőktől filmbetét dal volt. Hát ugye ez a műfaj, ez a filmhez kapcsolódik erősen, de hát ezek jazz standardek, a legismertebb dalok, valamiképpen mindenképpen kapcsolódnak ehhez a különös, varázslatos, kicsit ijesztő, de csodált nő típushoz. Tehát engem az érdekelt, hogy ez mitől van, hogy nem csak a férfiak rajonganak ezekért a típusú nőkért, hanem sokszor a nők is, én is egy rajongó vagyok. És ezt jártuk körbe meg, hogy mivel jár az, hogyha valaki ilyen életet él. Mi az ára annak, hogy valaki femme fatale? És mi? Csak egy picit, hogyha meg lehet. Hát valószínűleg az, hogy azért magány. Szóval sokakat szeretni, akkor ez azt is jelenti, hogy senkit se szeret. Igazán senkit. Hogy valami ilyesmi rajzolódott ki nekem, aki úgy utána olvastam, főleg a híres művésznők életeinek, hogy azért ennek nagy ára van. Ennek a típusú díváskodás. Igen, kívülről másmilyennek tűnik, ugye, mint belülről. Nagyon. Valószínűleg ezt megélni. Hogyan látjátok egyébként a jazznek, a swingnek ezen területét, hogy ez egy új reneszánszát éli, nem tudom, hogy most szerte a világon, vagy csak Magyarországon, de mint hogyha egyre több hasonló típusú koncert lenne, teltházas, vagy nem tudom, jobban, szívesebben hallgatnánk? Szerintem ezek jó dolog összességében, és hogyha ugye ez a recycle, ez nagyon sok műfajban működik, tehát hogyha van egy jó szám, azokat így leporolni, kicsit újra hangszerelni, újra alakítani, az biztos, hogy sok új nézőt, vagy új hallgatót is meg tud magának szerezni. Tehát szerintem itt nem feltétlenül a műfaj, hanem egyszerűen a jó daloknak a... Hát ezt azért hozzátehetjük, hogy a világ legnagyobb előadói, na, mindig eljött az az idő, amikor hozzányúltak a nagy swing dalokhoz.
Ross Stewarttól elkezdve Robbie Williamsen keresztül. De szerintem ez mindenhol így van, tehát a Hamlet is egy ilyen újrahasznosított alapanyag. Elnézést kérek, Eszter, hogy... Ez a mi szakmánkban is ez ott van. Na de és ha már ezzel kezdtük, akkor zárjuk is ezzel, hogy ugye kimaradt nektek is a Covid miatt egy csomó idő, és újra elővenni olyan dalokat, amiket már énekeltetek, mennyire könnyű, mennyire nehéz, akár a szöveget, vagy egy új látásmódot beletem. Ezeket még nem énekeltem, ezeket a dalokat, tehát nekem új dalok lesznek. A szöveg az angol nyelven van nagy részt, úgyhogy az azért valahol szerencse is, meg mert hogy nem kell azért. Tehát nem finnül kell mondjuk énekelni. De... Én meg svédül. De jó. Gyerekek, megvan a következő koncertnek a témája. Az északi típus. Ez a cím. Abszolút. Na, köszönjük szépen. Nem volt nekem nagyon nehéz visszaállni, szóval én azt féltem tőle. Inkább a nézők látványa volt ijesztő. Úgy Jézusom, a maszkos ember, igen. De maga a rutin az visszajött egy perc alatt. Jó, tehát Femme Fatale akkor a Műpában 29-én. És egyébként a Jazz Time Festival már 27-től. Igen. Eszter, hadd kérjük azt tőled, hogy semmi, nem, hogy gyere vissza, légy szíves, nem tudom én, majd egy rövid időn belül, és kicsit mesélj nekünk az évadról, jó, hogy mire készülsz, mert ritkán látunk téged itt a stúdióban, ugye Gabi most volt mondjuk 2 héttel ezelőtt. De... Te is gyere majd vissza, tehát, hogy most ezt úgy mondtad, hogy... Nekem október elején lesz egy újabb aktualitásom, úgyhogy szívesen arról beszélek. Jó, gyere be. Jó, azt még nem mondtuk, hogy a Katonában. Így van. Én most meghívtalak, jó? Tehát ideírom, hogy Hónod itt meghívtam. Köszönjük szépen! Köszönjük mi is!